ünnepelni jöttünk, szép szóval köszöntünk, örömökben, vidámságban, egészségben, boldogságban, ilyen sokáig közöttünk. Nagyon-nagyon sok boldog születésnapot! Egy verssel, valamint egy Orbán Viktor miniszterelnök és egy Horváth Tamás polgármester által aláírt emléklappal köszöntötte M. Tóth Katalin önkormányzati képviselő a 90 esztendős Dávid Károlyt az otthonában. Az ünnepet Budapesten született, gyermekkorát is a fővárosban töltötte, a Műszaki Egyetem gépészmérnöki karának elvégzését követően pedig hosszú évekig tervezőmérnökként dolgozott. 2002. december emberében költözött a 17. kerületbe feleségével, akivel 65 éve élnek boldog házasságban. Egy fiúk született, továbbá két unokával és két dédunokával büszkélkedhetnek. A szépkorú úr feleségével rendszeresen gondozza kertjüket, de keresztrejtvényeket is szívesen fejtenek, és rendszeresen eljárnak különböző kulturális programokra is. Nem szeretünk mindig csak itthon ülni, és valamit csinálni, hanem azért programozzuk magunkat úgy, hogy elmegyünk kiállításokra, általában elmegyünk azokra a helyekre, amik mondjuk mondhatnám azt is, hogy ilyen turisztikai dolgok, tehát a várba szeretünk fölmenni, ott, ha valami kiállítás van, akkor azokat mindig előre megtervezzük, hogy most megnézzük, például amikor a Szent István termet megnyitották a várba, vagy ha mondjuk a valamelyik múzeumban van egy híresebb festőnek, legyen az magyar vagy nem magyar, akkor oda szervezzük magunkat. Dávid Károly továbbá elmondta, korábban sokat utazott, szabad idejét pedig gyakran töltötte sportolással, síeléssel, biciklizéssel, illetve úszással, úszodába pedig mai napig hetente legalább kétszer eljár. Véleménye szerint a hosszú élet titka is abban keresendő, hogy az ember mindig talál magának elfoglaltságot. Én a magam részéről az úszást és a kerékpározást folytattam, az úszás most is, a kerékpározás már nem annyira, az inkább csak szobakerékpár, de hát beletartozik ez is, hogy közösen a feleségemmel sétálást, meg hát amit az előbb elmondtam, a múzeum meg ezekkel, azt nyilván nem egyedül csinálom, mert egyedül sehova nem megyek, azt nem szeretem. Gyakorlatilag mindenhova együtt megyünk. Károly bácsi továbbá kifejtette, a közeljövőben szerető családja körében is megünnepli majd 90. születésnapját.